Sziasztok, emberek, üdvözöllek benneteket! Itt a legújabb datapack-es, a datapack még mindig nem mod, ez jó lesz, hogyha az eszetekbe vésitek, srácok! Olyan datapack-et fogunk megnézni, ami azt mondja nekünk, hogy a szíveink lucky blokká fognak alakulni, és ez ilyen lucky hertz, valami ilyesmi lehet a neve, és hát ezt írja, hogy valami ilyesmi a neve, és azt mondták, hogy így kell betölteni, itt is van, és lucky effects-ben damage, oké. Okay. És lehet olyat, hogy ad nekünk egy lucky blokkot, hogyha damage-elünk, de hát hogyha ez sokkal jobban tetszik. Hát le kell tesztelni első körben, sebezzük meg magunkat, mert az úgyis nagyon jól megy. What? What? Just a mi? Azt hittem, hogy félmi egy csontos leg... Várjál, hát leszek itt bajok, srácok. Na itt nem versz utána jönni, tesókám, na mi van, hülye? Mi van, öcsém? Ide nem versz utánam jönni, mi? Gyere ide, haver! Gyere ide egy sallerért! Gyere ide egy jó atyai sallerért! Komolyan, úgy elment? Öcsém, attól még a vízbe nem fogsz tudni bejönni. Úgy mondom. Menj már innen, elfele. Na végre megdöglött, hát el sem hiszem. Hú, hát itt annyi minden történt fél másodperc alatt, hogy azt se tudtam, hogy hova hányjak. És hagyott itt nekünk milyen kedves egy ilyen blokkot is. Na, gyere ide, bárány, add a húsod. Ez most kelleni fog nekem. Tudom, hogy az a lényeg, hogy lejjebb menjen a szívem, de attól még meghalni nem szeretnék éjségben. Kérem szépen, ide a húsodat. Én nem akarom semmi célt kitűzni egyszerűen, csak játszani szeretnék és megnézni, hogy milyen dolgok lesznek, hogyha megsebzem magamat. Jóval több kaja fog kelleni. Mondjuk, hogyha innen leugrom. Oh my god. Kaptam egy kutat, egy szerencsehozó kutat, oda néz. Oh my god, hát ez nagyon tetszik eddig. Hát ez olyan, mint a rendes Lucky Blog. Hát figyeld már, kaptunk szerencsehozó kutat. Hát ez milyen király már. Gyere, add ide nekem, légy szíves, köszönöm szépen. Oké, okay, szerencsére jó lassan robban föl. Csak kifolyt a szerencse kútból a cucc. Jaj, no. Viszont hamar le fog venni a HP, úgyhogy gyere, várány, kell még a húsod. Tudom, hogy itt vagy a gyerekeddel, és ezt mind az ő szeme láttára tettem meg. Jó, hát... Ha ma új életet kezdett, neked is kell a húsod, még neked is, bár mondjuk te nem adsz túl sokat. Egyik balac után a másikhoz megy oda, de hát azt is megölöm, az se baj nekem. Na, gyere ide, tehén. Na. Így, hogy megvolt az antivegánkodás, szépen sebezzük meg magunkat ismét. New recipe. Ó, kaptunk egy nadrágot. Oh my god, de még milyen nadrágot? Speed leggings. Wow, én vagyok a speed leggings-es gyerek. Nézzük, olyan, mint hogyha egy ilyen parasz nadrág lenne rajtam, vagy nem tudom, már csak a Hosentroger hiányzik róla. Hát most éppen nyersen eszem meg a tehénhúst. Fiat, tatár bíztek. Na jó, újra sebezzük meg magunkat, hiszen azért vagyunk itt. Tényleg? Tényleg? Szuper, maradjon a speed leggings, azzal legalább tudok kezdeni valamit. Az legalább menci-manci. Hopp! De ilyenkor... Kaptam egy szivacsot? De most nem áll, most nem ad semmilyen izgalmas dolgot. És mi van akkor? Hogyha... Én a lávába... Vettem bele magamat. Hm? Ott van a szuper knockback-es 10-es cucc. Na ezt ki kéne próbálni valamit. Ne! Ne! Mi? Egy gázt? Jó hallottam egy... Valahogy egy gáztot? Ezt is halljátok a gáztot? Hogy kerestek? És miért vannak fejjel lefelé? Mi a fene? Miért vannak a gáztok fejjel lefelé? Hát miért vannak itt gáztok? Ezt mikor kaptam én ide? Nem is kellene, köszönöm, viszlát! Ah! Hallom, hogy lövöltözik a szegény csácsi! Jaj, csácsi komám! De várjál, ott a víz azon leúszunk. Tudom, hogy az lenne a lényeg, hogy megsevezzük magunkat, de egyelőre így le akarok menni. Na jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Még pedig volt valami. Na gyere ide, zombi, erre is kíváncsi vagyok. Sebzés? Mit kaptunk? Nem tudom, füstöt. Sebzés? Aha! Na köszönöm szépen, érted? Ez olyan, mint amikor... Oh! Jó királyt adott a fek. Hát ezzel el leszek még napokig. Kaptunk egy ilyen nagyon szuper izét. Minek is hívják ezt? Nem fogom tudni kijutni csákány nélkül, ugye? Na lőjdám! Lőjdám! Ha merész vagy! Á, az elő! Kellett volna! Mekkora magma kyúb! Nem kellett volna! Mekkora! Figyeld, milyen dugott!
az Enchanted Golden Apple. Ujjaj, op! Bakker! Na erre mit lépsz, öcsém? Erre mit lépsz? Most már van annyi mindenem, úgy látszik, hogy talált jobb irányt is, mint az, hogy engem üldözzen. Hú, azért nem mondom, ijesztő volt egy kicsit. Azt hittem valami jó dolgot fogok kapni erre. Nézd meg, mit kaptam. Na várjál, na, azt akarom megnézni, azért küzdök én itt már évek óta, hogy végre lemenjek oda a lávához, és megnézzem, hogy a láva mit ad nekem. Na várjál, de az viszont taktikához kell folyamodnunk. Várjál. Oké. Oké. Róka, ne! Szegény! Szegény róka! És el is ment a cucca. Gyerünk. Hoppá! A szerencsehoz okút, kérem szépen! Jó dolgokat kaptam. Most is szavaz creeper pajtás. Most ez viszont éhezést adott nekem, ami nem túl jó. Na, végre itt vagyunk. Ó, és itt vannak a cuccaim. Megint egy kutat kaptam, ahogy leestem. Ez nagyon jó. A roka közben elment. Na, erre vagyok kíváncsi, figyeld. Ja. Golden Apple, várj, ez így nem lesz jó. Ez így nem jó, a Golden Apple az most meggátolja. Egyszerűen amúgy vízbe is folytatnám magamat. Kéne tejet innom, vagy valami. Még 3 percig tart. Ne szórakozzunk már. Aha, de the nice word. Valami felrobbant ott. Hello. De ez mi? Miért ad ide? Oké, hogy respawnolok meg minden, de kapok mindig egy ilyen random cuccot. Gáztok közben elrepültek innen. Hopp. Jaj, ez váratlanul ért. Mit te mondjak? Ez váratlanul ért. Hopp. Aha. Aha, na végre valami. Egy enchanting table. Na, azt legalább fel tudom használni jó dolgokra. Várjál, ott a víz vajon. Nyíl egyenesen, bele tudok ugrani? Mamma mia. Ne, miért pont TNT-vel kezded? Amúgy, persze mi ez a láda? Hello, maradj alma. Ó, oh, és egy figyeld, unbreaking-es satyak. Na, ez is tök jó. Kezdjük akkor az elsőt, a leesést. Tudj! Ez mi volt? A Golden Apple-t azért megzabáljuk. Az a plusz 2 szívet, azért az jól fog jönni. De ez a láva, ez nagyon... Figyelj, ott a golem, vagy nem is golem, bocsánat, hanem giant. Leesek hozzá. Szavasz, öcsém! Mi a szisztéma? Látom, nagyon kellemetlen helyzetbe kerültél. Mit ne mondjak. Egy csirkehús. Most, really? Really komoly? Egy csirkehúsi? Ó, itt a szuper izém. Szuper nadrágom. Hopp, hopp. Megy le az este! Mi lesz itt? Elszabadulnak az indulatok? Érted? Amikor megsebzenek, vége a világnak. Ott is volt egy ilyen. Úristen, gondold már el így életben maradni! Oda néz! Videó, valami történik! Aha! Gyorsan! Azért nem mondom, annyi minden történt itt 3 másodperc alatt, még innen lejöttem. Oda néz, ekkora lávát hoztam magam után? Hát ezek honnan jött? Jó, hogy ilyen izé is volt. Uha! Meg is telt a cuccom. Na várjál, ezzel ki tudok rep... Ne! Ugye nem dobtam el, oké, nem dobtam el szerencsére. Várjál, azért Golden Apple-t megesszük is, akkor nem tudnak sebezni. Megpróbálunk kirepülni, jó? Nem fog sikerülni. Köszönöm szépen, megpróbáltam. Hopp. Várjál, akkor egyszer csak kiúszunk. Most úgyis rajta van a Golden Apple szuper hatása. Megkaptam már Healing Shield-et, de nekem kéne még egy jó kard. Hát ez nem a legjobb kard, de és ez mit tud? Silk Touch-os. Ez pont nem kell nekem, hogy gyengéden megérintsem. Hoppá. Na, köszönöm szépen! Pont egy jó kardért reménykedtem, azt megkaptam a izét, a Netherite Sword-et. De jó. Na gyertek, zörnyek! Gyertek! És ez így híll-el engem, vajon? Nem hiszem. Na gyere ide, szabár, gyerek! Robbancsá, hogyha mersz! Robbancs! Aha, na ez így már zsíros. Hoppá, figyeld, milyen slime-ot szabadítottam rá. Ez Enderman! Ez néha azért tud meglepetéseket. Aj, de már! De! Várjál, ki tudok úszni? Hoppá! Na mi van, öcsém? Itt van a Golden Apple hatása. Na, ilyenkor most nem tudtok megsebezni. Na mi van? Szomorkás vagy, ilyenkor mi van, öcsém? Na mi van? Elkenem a szádat, te! Hoppá! Figyelj, amikor megsebez, mindig kapok valami jóságot. Oké? Okay. Figyelj, hogy jönnek utána, ami... Lucky Villager, ne menj el!
Hoppá, fél, egy gyémántért adok neki 32 darab ágyat. Ez is jól jöhet, nem? Ezt kérem vissza, haver. 32 darab ágyamat? És le tudok feküdni, érted? Ott vannak a szörnyék mellettem, de nem érdekes, én lefekszem az ágyba. Player sleeping. Majd a gólemek elkapják őket. Ó, te, hát elfelejtem, hogy... Elfelejtem... Ah! 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 Ne, úristen! Jaj, ne! Jaj, ne! Úristen, most aztán elszabadult a pokol! Azért betolbom a cuccot, hát a szerencsém ez. Kész, ennyi kifagyott, nem bírja! Nem bírja! Úristen, figyelj! Minden egyes sebződésnél kapok valamit! Ez nagyon komoly volt! Na? Egy robbanás, egy kis robbanás nem ártott még meg senkinek, és láma! Láma! Mi a különbség? Miért nem tudok erre rákattintani? A másikra rátok, erre nem. Erre nem lehet rákattintani. Mi van vele? Egy táska. Tesóka. Ott maradt egy torta a levegőben. Ez milyen kard itt? Ez csak érdekel már minket? Ó, ez nagyon erős kard lehet. Na figyeld, gyere ide. Meg is sütötte a húst. Gyere ide, creeper pajtás. Ez bezzeg nem döglik meg egy ütésre, érted? Újra sebződést akarok. Sebződést akarok, mert most már eléggé combos vagyok. Egy iránytű, egy compas. De jó, köszönöm szépen. Néha ad ilyen tök abszurdum dolgokat, mint kompász, érted? És akkor így, mi van? Na nézzük meg újra. Hoppá! Csuda móka csesztike. Úszkálok békésen a vízben. Nem történik semmi. Hoppá! Chest. Elhagytam maga után a chestet, hoppá! Azt az egeret neki odanéz. Jönnek a silverfishek. Giant! Lucky pig, ne! A lucky pig! Hú! Figyeld! Hopp! What? Mi a szösz? Azt az egeret neki, ezt láttátok? Hova kiteleportált a csávó? Léci, ne! Megjárod! Haver, ez víz! Te meg magma cube vagy. Neked ez nem kéne, hogy finom legyen. Mi történik? Isten! Hogy hagyom magam után így a dolgokat? Oké. Most már szeretnék kijönni. Elég volt a mókából, meg a kacagásból. Mi a szőszkenőcs ez? Oh my god! Ez mi? Ez csizma? Mi ez, ami ekkorát ad? Bocs, hogy megsebzett, azt adhattam neki egy lucky figet, érted? Azt az eget neki, mekkora ez a fantom? Mekkora fantomot hagyott ott? Hallod, akkora, hogy leszakad a ház oldala. Ekkora, nem is létezik ekkora fantom. Na jó van, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Szerintem én mára kiszórakoztam magamat, annyi biztos, hogyha tetszett nektek, és szeretnétek még hasonló datapackről látni videókat, akkor nyomjatok erre egy lájkot, és iratkozzatok föl. A leírásban pedig megtaláljátok a Csótány Vadász képregényemet, ami egy tök jó képregény sorozat első része. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!